16 méter magas, 345 négyzetméteres és mintegy 300 fő befogadására képes az új kismegyeri templom, melyet Várszegi Asztrik püspök főapát szentelt fel vasárnap délután. Az Isten irgalmasság névre keresztelt épületet Balázs Mihály Kossuth és Ybl-díjas építész tervezte, a beruházást a hívek adományai és a pannonhalmi főapátság támogatása tette lehetővé. A bencések egyébként több mint 200 éve emeltek utoljára templomot, Győrben pedig 20 éve nem volt erre példa. Így talán nem meglepő, hogy 500-an érkeztek az avató ünnepségre. Vasárnap szenteljük föl az Úr új templomát, és Eukarisztián szentmisét ünneplünk. Ezért ma húsvét van, különösen is húsvét a kismegyeri egyház húsvét számára. Így joggal alkalmazhatjuk húsvét örvendező Zsoltár versét. Ez az a nap, amelyet az Úr adott. Örvendező és újjunk rajta. Ezekkel a szavakkal kezdte Várszegi Asztrik a szentelést, aki beszédében elmondta, hogy az alapkövet már 2008-ban letették, és 3 év elteltével most itt állhatnak a Szent Anna lelkészség hívei egy modern épületben. A hagyományos ceremónián zsúfolásig megtelt a templom. A jövőben a már kész intézményhez egy plébánia is kapcsolódik majd, mely közösségi házként fog funkcionálni. Az Isten irgalmasság 150 millió forintból készült el, és szoros kapcsolatot ápol a kismegyeri csata közelében található barokk kápolnával, hiszen ennek tornya, távolból nézve, az új épület tornyaként is szolgál.